Ukrán békemisszióban vesz részt a Vatikán, erről Ferenc pápa beszélt magyarországi látogatása után. A Szent atya azt mondta, Orbán Viktorral és Hilarion Metropolitával is tárgyalt erről, de a részleteket nem árult el. A katolikus egyház fő a háború kezdete óta folyamatosan békét sürget, és többször is beszélt arról, hogy egy békemisszió keretében ellátogatnak Kievbe és Moszkvába is. Gábor és vendége folytatja a témát. Jó estét kívánok mindenkinek, köszönjük szépen. Én Fiablomnici Zoltán, alkotmányjogász a vendégem. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Miért pont Budapest után, vagy miért pont a Magyarországi látogatása után beszélt egy nagyon egyértelműen erről a béke misszióról Ferenc pápa? Ez azért egy nagyon izgalmas kérdés, mert adja magát egyrészt a válasz, hogy olyan impulzusok érték a Szent amelyek elindították ezt a folyamatot, de valójában a haza úton a repülőgépen elmondta, hogy itt már régebb óta zajlanak ezzel kapcsolatos egyeztetések. A pápának van egy ilyen missziója, de ha visszatekintünk a történelemben nagyon röviden, megtehetnénk ezt, akkor azt mondhatjuk, hogy azért a pápaság immanens része volt mindig a béke képviselete, illetve a béke iránti vágy megteremtése a hívekben. Már a 19. században, 20. században Rerum Novarum, aztán Páceminteris, Szent Annus, ugye 13. Leo, 23. János és 2. János pár enciklikái, sőt a hit fénye nevű című enciklikája Ferenc pápának is a békéről szól. Utóbbiban egyébként a Pál zsidókhoz írt leveléből idéz, hogy az igaz és a bölcs vezető a békét keresi. Tehát azt szerettem volna ezzel demonstrálni, hogy ez egy konzekvens álláspont egyébként a páposág szempontjából, de az, hogy most Ferenc pápa nagyobb fokozatba kapcsolt, ez azt jelzi, hogy nyilván a hívei részéről is van egy ilyen elvárás, illetve úgy ítéli meg, hogy kellő erővel rendelkezik a pápai hatalom ma ahhoz, hogy előmozdítsa a békeügyét, és ebben vannak szövetségesei. Kevesen ma még az Európai Unióban egészen pontosan úgy látom, hogy egy kormányfő, de nemzetközi szinten például az ENSZ főtitkár is ezt a. Hurt Bengeti, mondhatjuk azt egy idő óta. Hát éppen ezzel az egy kormányfővel tárgyalt Budapesten, és ott hangzott el tőle az a néhány mondat Ferenc pápától, amelyel tulajdonképpen kritizálta a, a, a békét keresők hangját, hogy, hogy nem találja, nem látja a kreatív erőfeszítéseket a, a békére vonatkozóan. Ezeket a mondatait, ezeket az üzeneteit mennyire befolyásolhatták konkrétan a tárgyalások a köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel, amelyek közvetlenül megelőzték ezt a beszédet? Két olyan vezetővel találkozott Ferenc pápa, ugye Borbán Viktor miniszterelnök személyében, ő már a háború idején is kifejthette ebbéli pozíciójában a véleményét a háború kitörésének idején, és az első naptól fogva kijelenthetjük, hogy a béke párti álláspontot képviselte, és képviseli konzekvensen a mai napig. Um, Novák Katalin köztársasági elnök asszony pedig a kinévezését követően számos beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzetközi jogi helyzet egyértelmű, az orosz agressziót elítélik, viszont a béke előmozdítása az prioritás a köztársasági elnöki hivatal számára is, ha tetszik. Tehát ilyen értelemben két hiteles személlyel találkozott a pápa, és természetesen olyan információk, többletinformációk információk birtokába is juthatott egy szomszédos ország vezetői részéről, a ahova egyéb egyébként több mint két millió menekült érkezett Ukrajnából, amely szintén erősíthette ebbéli hitét a pápának, ha egyáltalán erre szüksége volt. Ön úgy fogalmazott az imént, hogy egy magasabb fokozatra kapcsolt a pápa, mert amiről eddig mi is beszéltünk, meg a pápa is következetesen, meg mások is, hogy a békét követelték, azt akár a könyvtárban is lehet követelni, ugye, de egy misszió az azt jelenti, hogy a helyszínen valamit tesz a Vatikán, vagy akár a pápa személyesen a béke megteremtése érdekében. Hogy nézhet ki ez a gyakorlatban egy ilyen misszió az ön feltételezése szerint? Nagyon nehéz a helyzet, és egy máshonnan vett idézet segíthet nekünk, amikor azt mondta a háromlapos látogatásán Ferenc pápa, hogy a kommunizmus és a konzumizmus közötti párhuzamot meg kell vonni, és a veszélyekre fel kell hívni a figyelmet. Amikor egy háborúpárti lobby, egy, egy, egy hadipar ha tetszik, a tengeren túról diktál, és a pénzügyi érdekek dominálnak egy háború befejezése vagy benemfejezése szempontjából. Hogyha eljutunk oda, hogy Szudánban, aki békepárti, az Amerika barát és orosz ellenes, Magyarországon, aki békepárti, az oroszbarát és Amerika ellenes. Tehát ezt az agyrémet, ezt, ezt egy valódi konzekvens, felelős egyházi vezető biztosan nem tudja elfogadni. A béke az béke, a háború az háború, és ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy az első lépések természetesen abba az irányba kell, hogy hassanak, hogy a konzum érdekeket, a, a, a pénzügyi, financiális, gazdasági érdekeket háttérbe kell szorítani ahhoz, hogy valódi e, kegyelem és béke jöjjön el, ahogy fogalmazott a Szent Misében vasárnap Ferencpápa a szenvedő orosz és ukrán népnek. Tehát ezt együtt szerette volna láttatni a két nép szenvedését, ez valóban nagyon fontos volt a Szent Mise keretén belül, és aztán amire ön utalt még a, a konzumizmus és a kommunizmus összefüggésében, az, az később aznap vasárnap délután a pázmányon hangzott el, és ugye ide tudjuk venni azt a gondolatát is, hogy a korlátokra, bizonyos értelemben szükség van. Tehát ezt akár tényleg a háború pártiságra is lehetne vonatkoztatni, hogy, hogy egy harckocsi szállítmányjal, egy lőszer szállítmányjal nem lehet békét segíteni. Meggyőződésem, hogy nem magyarázzuk félre a pápa szavait, ha erre a következtetése jutunk. Tehát például, amikor azt mondta, hogy a befogadás kérdés az egy összetett dolog. Sok, sokkal többet mondott annál, mint hogy, mint hogy egyszerű módon megkövette volna azokat a vezetőket, akiket korábban megbánthatott, nem is kell ezt tenni a pápának nyilván, aki a tanítás, az evangélium szerint fogalmazza meg minden gondolatát, de ezzel sokkal többet mondott, és, és valóban a, a háború és a béke kérdésében annál nagyobb üzenet mint hogy amit a felvezetésben is hallhattunk, egy vezető orosz ortodox egyházi személlyel találkozik, magánkihallgatáson, hosszasan beszélgetnek. Ez is egy olyan üzenet, amit, amit a nyugat vezetése, ha tetszik a baloldali Biden kabinet, most még egyáltalán nem fontolgat a fejében, hogy magas szinten leüljön két vezető akár az amerikai fél, akár a brüsszeli fél részéről, akár az ukrán fél részéről, és a másik oldalon az orosz partner. Ez ma még, ha tetszik, a Gabona szállítás keretében tudott csak megvalósulni török ENSZ közvetítéssel, hát ennél sokkal többet kell tenni a nemzetközi közvéleménynek ahhoz, hogy a valódi béke eljöjjön. Nem látunk a jövőbe, legfeljebb hát a reményeinket persze kifejezhetnénk, de Mérföldkő volt a budapesti három nap, Ferenc apostoli útja, a béke szempontjából láthatunk annyit, hallhatunk annyit, a béke misszió tervébe beleláthatjuk azt, hogy valamilyen változás indul el Ferencvápa segítségével, akaratával? Akiket, ha tetszik az utcaemberét, ott megszólaltattak a sajtó munkatársai, azok Számos alkalommal egy újfajta élményről számoltak be. Ez nem ritka. Természetesen második János Pál is rendelkezett ilyen karizmával, hogy, hogy úgy tudott missziós tevékenységet folytatni, hogy nem szólított fel senkit konkrétan, hogy gyertek, kövessetek, legyetek ennek a több mint egymilliárdos közösségnek a tagjai. Itt ami történt, az azt annak a kontextusában kell értelmezni, hogy két éve itt járt már a Szent Atya, és újra eljött. És ez az élmény, akik élőben, akár a képernyőkön keresztül, vagy akár például a keresztül követhették az eseményeket, bizonyosan nem fogják elfelejteni, mert egy valódi a, az emberi élet szenvedéseit, a nehézségeket ugyanúgy megélő felvállaló a szerénységéről, a, a mély hitéről, a, ismert a Szent Ferencet példaképének tekintő egyházi vezető járt úgy Magyarországon, hogy erre senki nem számított. Talán ez volt a legfontosabb üzenet, hogy egy, egy, csoda, egy meglepetés volt az, hogy Ferenc pápa eljött, próbálták a konfliktusokat különböző oldalról gerjeszteni, ezek a konfliktusok elhaltak, porázúzta őket Ferenc pápa, és azt gondolom, hogy nagy szeretettel a szívebe zárta a magyar társadalom, a magyar nemzet a Szentatyát. Ifjabló Nici Zoltán, köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen.